Nos, ezt a sminket egy világos alapozóval kezdem, amit eloszlatok az egész arcomon, egy ecset segítségével. Majd következő lépésként én fogtam egy szivacsot, és egy arcfestéket, aminek fehér a színe, és ezt eldolgoztam az egész arcomon. De hogyha nincs fehér arcfestéketek, az sem baj, menjetek még egy réteggel át az arcotokon a legvilágosabb alapozótokkal. Mivel ez a fehér arcfesték eléggé olajos bázisú és eléggé becsillan a fényben, ezért úgy gondoltam, hogy fixálom egy kis púderrel. Miután ezzel végeztem, előveszek egy fekete szemceruzát, amivel megrajzolom a sötét szemöldökömet. Fontos, hogy fekete legyen, később megtudjátok, hogy miért. Szebb összhatás miatt előveszek egy kefét és átfésülöm a szemöldökömet, hogy eloszlassam a fekete festéket. És ha ezzel végeztem, fogok egy vékony ecsetet, egy szemhéjtust, vagy fekete arcfestéket, és precízebben megrajzolom a szemöldököm vonalát. Következő lépésként fogom a bronzosítómat is, nyilván az ecsetemet, és felviszem a bronzosítót kicsit eltúlozva az arccsontomra, mintha ilyen beesett vékonyabb arcom lenne. Majd tulajdonképpen elérkeztünk a sminknek a fő attrakciójához, a fő részéhez, amikor is veszek egy ceruza ecsetet és egy fekete szemhéjpúdert, majd ezzel megrajzolom a kontúrvonalát annak, amit szeretnék felrajzolni az arcomra. Ennek nem feltétlen kell ugyanilyennek lenni, ezt csak én találtam ki. Bátran játszatok és legyetek kreatívak! Ha megvagyunk a kontúrvonallal, akkor szépen kitöltjük az üresen maradt részeket. Ezután pedig ugyanezzel a fekete és szürkés színnel erős teljesen kontúrozom az egész arcomat. Ezzel meg vagyunk, akkor én vettem egy fekete arcfestéket, szintén olajos bázisú, ezért sajnos kicsit megcsillan a fényben, és nem lett erőteljesen fekete, de hogyha jobb minőségű festéket használtok, akkor még intenzívebb, még feketébb hatást tudtok elérni, vagy akár használhattok szemhéjtust is. A lényeg az, hogy menjetek át az előzőleg felvitt vonalakon ezzel a fekete festékkel, hogy még intenzívebb legyen a hatás. Valamint a még jobb összkép érdekében, fessétek be a nyakatokat is. Lehet, hogy célszerűbb egy nagyobb ecsettel dolgozni, mint én csináltam, de sajnos nekem nem volt nagyobb ecsetem, úgyhogy erre kényszerültem, de így is megoldható. És hogy egyenletesebb, meg még szebb legyen a hatás, ezért én átmentem ezen a fekete festéken egy szivacssal, és egyesítettem a vonalakat. Mivel nem feltétlen kell precízen dolgoznunk, ezért most veszek egy ceruza ecsetet, és ezzel javítom a hibákat, valamint precízebbé teszem a vonalakat. Ha ezzel végeztem, egy puffy, tömörebb ecsetre váltok, megkerestem a legpirosabb szemhéjfestéket a palettámból, és felviszem a mélyítő vonalamba, meg egy kicsit kijebb is dolgozom, ezt mit láthatjátok, kicsit eltúlzom, de ha nincs piros szemfestéketek, akkor egy szájfénnyel vagy rúzsal is dolgozhattok.
Majd egy finomabb sörtéjű pufi ecsettel eldolgozom a széleket, hogy azért még tisztébb legyen a hatás. Következő lépésként fogtam egy nagyon vékony fejű ecsetet és a művért, amit vásároltam. Ezzel megrajzoltam a tusvonalat, és ebből a művérből vittem fel az alsó szempilláim tövébe is. Viszont, hogyha nektek van piros szemhéjtusatok, azzal sokkal jobban jártok, de mivel nekem nem volt, ezért ezt használtam. Úgy gondoltam, hogy egy cut crease-t szeretnék készíteni, de mivel ez eléggé bonyolult, és ez egy egyszerű Halloween-es sminknek készül, ezért csak egy sima, fehér szemhéjpúdert vittem fel a mozgó szemhéjamra. Ezt kicsit meghosszabbítottam, mint hogyha a tusvonalnak a folytatása lenne. És persze ezután is veszek egy puha fejű pufi ecsetet, amivel eldolgozom és összedolgozom a színeket, valamint még úgy gondoltam, hogy nem elég intenzív ez a piros szín, úgyhogy még megerősítettem a szemem kontúrját. És most jön az a rész, ami nagyon izgalmasra teszi ezt a sminket, én úgy gondolom. Piros színnel erőteljesen intenzíven kontúrozom az orromat. Majd áttérünk a szájra, egy nedves törlőkendő segítségével megtisztítom az ajkaimat, veszek egy szivacsot, amit belemártok egy púderbe, ezzel fehérítem és mattítom a számat, valamint az arcomat. Ezek után visszatérek az ecsethez, és ugyanahhoz a piros színhez, amit a szememhez használtam, és felviszem az ajkaim belső részére. Ezután visszatérek a szememhez, és a fekete szemceruzához, amit felviszek a vízvonalba, és kontúrozom a szememet. Természetesen a szempilla spirálozás sem maradhat el, ha szeretnétek, használhattok nyugodtan műszempillát, valamint kontaktlencsét is, de én ezt elhagytam. Mint láthatjátok, visszatértem a művérhez és az ajkaimhoz, hiszen milyen egy vámpírvér nélkül. Ugyanezzel a művérrel és ugyanezzel a kis vékony ecsettel megrajzolom a szemem környékére, a szemem alá ezeket a vérereket, véraláfutásokat. Vérnél maradva fogok egy kis szivacsot, amivel az arccsontomra, meg az egész arcomra, ahova ti szeretnétek, felviszitek a művért, hogy még jobb legyen az összhatás. El is készültünk. Remélem, hogy tetszett, amit ma láttatok a videóban. Hogyha még szeretnétek ilyen videókat, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Happy Halloween, everyone!